itt van egy csomó olyan dolog, amiről az emberek nem tudnak. Tehát azt se tudják, hogy volt 24 hun törzsnek a szövetsége. 24 hun törzs. És ez a 24 hun törzs azt vállalta, hogy egy magasabb rendű tudást juttat el az emberiség számára. Ezért képzeljétek el, szétrajzottak, és eljutottak a világ különböző pontjaira. Japántól Közép-Dél-Amerika, Észak-Amerika, Afrika különböző pontjaiba. Oké? És vitték a tudást. És ezt a törzsszövetséget több mint 1000 évvel ezelőtt felrúgtuk. És ez úgy volt, hogyha valamelyik törzs felrúgja ezt a szövetséget, akkor 1000 éves átok sújtja. Na szóval, akkor nézzük tovább ezt a kérdést. Az azt jelenti, hogy drága, nagyra becsült királyunk István fölrúgta ezt a törzsszövetséget. Koppány az nem akarta fölrúgni. Koppány bizánci keresztény volt. Oké? Keresztény volt. Nem pogány, hanem keresztény. Csak nem római, hanem bizánci. Mert akkor a római birodalom már ketté volt esve. Oké? Már rég. És külön volt bizánci kereszténység, meg római kereszténység, tehát bizánci központa. Mi megnéztük ezt a központot, már jártunk arra Törökországba. Tök egész jól látni a romokon a dolgokat. Na szóval a lényeg az, hogy gondoljátok végig, hogy fölrúgta ez a nagyra becsült királyunk, ugye akit ünnepelünk augusztus 20-án, ezt az egészet. És onnantól kezdve nehezült az életünk. Egy, kettő, küzdhettünk a túlélésre. Oké? És nem tudtuk teljesíteni a küldetésünket. Tehát ami egy népnek a küldetés, azt teljesíteni kell. Márpedig nekünk az volt a küldetésünk, hogy egy magasabb szintű, egy magasabb rangú, rendű tudást juttassunk el az emberiség számára. És ezt most be lehetne teljesíteni. Ezt csináljuk. Ezt a magasabb rendű tudást juttatjuk tovább. Mert te nem vallod magad hunnak, akkor miért van mindenütt úgy jelölve a felségjelünk, hogy H? És miért van mindenütt számítógépet bekapcsolod az, hogy hu. És miért mindig ott, úgy, ott vagy? Hungary, Hungary, stb. Mindenütt ott van. Azt mondod a világ különböző pontján, hogy magyar vagy, és akkor néznek rád bambán, érted, hogy honnan jöttél. De azt mondod, hogy Hungary, vagy nyilván azon a nyelven mondod, hogy Hungary, érted? Azt mindenütt tudják, hogy kicsoda, micsoda. Oké? Tehát például Attilának a katonai stratégiáit mai napig tanítják a különböző katonai akadémiákon. Mai napig. Erre mi tanulunk róla ennyit a történelemkönyvbe. Röhely. Szóval, gondold végig, itt van egy nép, amely jogutódja a hunoknak. Az egész világ minket tart jogutódnak.
nem a japánokat, nem a koreaiakat, nem a mongolokat, még csak nem is a bulgárokat, nem is a észteket, letteket, kurdokat, nem is a izéket, a lapokat, nem ezeket, hanem minket. Oké? Tehát, hogyha mi utódjai vagyunk egy vállalásnak, akkor ezt be kellene teljesíteni. Az azt jelenti, hogy a Kárpát-medencébe él ez a törzs, ami a hunoknak a jogutódja. Érted? És Kárpát-medencéből kell kiindulnia annak a tudásnak, ami magasabb rendű. Ezzel kapcsolatban már olvastam életemben vagy 7 jóslatot. Érted? Hogy jósolták, hogy körülbelül ez időtájt, itt lesz egy nép a Kárpát-medencében, amely eljuttatja az emberiség számára a magasabb rendű tudást. Én rendelkezem a magasabb rendű tudással. Oké? És hála Istennek megtanultam ezt, hogy hogy kell átadni. Ezt a magasabb rendű tudást én egyedül nem tudom átadni. Nekem ehhez társakra van szükségem. És én ezt a magasabb rendű tudást a társaimmal el fogom vinni az emberiség számára.